Ismét tanodai gyerekek lepték el az Ibrányi Városligetet. Az ország különböző pontjairól érkező csemeték különböző sportversenyeken és középkori lovagi játékokon mérhették össze tudásukat. Bár a szervezők sportrendezvényre készültek, az esemény célja nem a versengés, hanem az élményszerzés volt a mintegy 300 hátrányos helyzetű diák számára. Rendezvény célja megmozgatni a fiatalokat, főleg a tanodás világnak a fiataljait. Egy kicsit pályorientáció, hiszen sportos életmód hozzátartozik a mai generációhoz. Én úgy gondolom, nagyon fontos, hogy erre neveljük őket és erre orientáljuk, tehát hogy egy kicsit legyenek sportosabbak, mozogjanak. Itt 9-féle játékot próbálhatnak ki, 9-féle sportversenyt, amiben mindegyikben érmet szerezhetnek. Én úgy gondolom, maga az, hogy itt vagyunk egy különlegesen gyönyörű szép helyszínen, maga az, hogy összefogott 15 tanoda és részt vesz egy ilyen olimpián, idén már tavaly volt az első, idén a második. Ez úgy gondolom, hogy egy fantasztikus gyerek. A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a tanodák fenntartásában fontos változás következett be 2019-től kezdődően, mely leginkább a finanszírozás átalakítását jelenti. A bizonytalanságot kellett megszüntetni, hiszen aki Európai Uniós pályázatot már végrehajtott, az tudja, hogy jó kezdeményezéseknél is sokszor előfordult, hogy mire az új támogatási rendszer elindult, addigra akár egy-két év is eltelt, és már lejárt a pályázat. Tehát jó dolgot elindított, két-három évig tudta csinálni, és a szélnek eresztette a szakembereit, mert az következő pályázat lehet, hogy csak egy vagy két év múlva íródott ki. És ez a kezdeményezés, ez a tanoda, ez bizonyított, tehát önmaga maga a program, és annyira jónak tartotta a kormány, annyira eredményesnek, hogy úgy döntött, hogy nem lehet ilyen bizonytalanságban tartani, hanem igenis ennek folyamatosan segíteni kell a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen ezt az anyagi bizonytalanságot szüntette meg. Az államtitkár hozzátette, jelenleg 198 tanoda segíti a gyerekek délutáni tanulását, szervez kulturális és sporteseményeket, melyek mellett fontos, hogy a tanodák egymásra is támaszkodhassanak a hétköznapi működésük során, és a felzárkóztató programok is végig kísérjék a diákokat egészen az egyetemig.